A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Egy rövid történettel kezdem a mai fehérvári beszélgetést. A 7. fehérvári versünnep győztese 2016-ban Bőrcsök Olivér lett, aki egy Villon verssel varázsolt el bennünket, hiszen én is tagja voltam a zsűrinek. Nos, ennek 7 esztendeje, akkor Kubik Anna úgy fogalmazott, hogy a versnek nincs haszna, de pontosan ettől rokon az istenivel, és ott megismerhettünk egy fantasztikusan tehetséges versmondót, akiből aztán színművész lett, jelen pillanatban ugye a Miskolci Nemzeti Színház színművésze, Bőrcsök Olivér, szervusz, örülök, szia, hogy itt vagy velünk. No, én azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat volt, akkor még úgy fogalmaztál, bár neked volt előzménye is, és erről beszélni fogunk, hogy a mentorodnak szerettél volna megfelelni a verssel. Lábodi Ádám volt, aki sajnos már nincs itt köztünk, mármint Székesfehérváron. De ennek volt előzménye is, hiszen te már 5. osztályos korodban kitűntél, annál is inkább, mert nemrégiben Kozári Ferenccel, a Vörösmarty Színház színművészével beszélgettem, aki felidézte ezt a pillanatot, amikor egymásra találtatok, ha úgy tetszik. Milyen volt ez az időszak számodra? Mindig készültél arra, hogy megmutasd magad kicsit másként? Hát amikor iskolát váltottam, akkor kezdődött ez így, vagy kezdett el kialakulni bennem ez a... Ez nem is egy ilyen, nem is exhibicionizmus volt, inkább valami olyasmit éreztem egészen kicsi gyerekkoromtól kezdve, hogy van egy képességem, vagy egy tehát a saját belső mozimat, azt nagyon aktívan éltem meg egészen kis gyerekkoromtól fogva, és emiatt, vagy ez valahogy kikívánkozott belőlem, ez a saját mozi. Tehát mikor elmentem a Ferihez, erre a Patália színjátszókörbe, akkor azt éreztem, hogy na én végül is ezt csináltam egészen eddig, játszottam kis gyerekkoromtól kezdve, és ezt a belső mozit, ezt nagyon felerősítettem, és ez a felerősödött belső hang, ez kívánkozik ki ilyenkor, vagy ez az, amivel dolgozunk. Tehát volt egy jövőképed, annál is inkább, hiszen Róvó Tamás táncművésznél párhuzamosan pedig a mozgásformákat sajátítottad el. Ez így már ilyen értelemben kerek. Arról nem is beszélve, hogy ugye nagynénéd Bőrcsök Enikő. Ő nyilván, sajnos nem lehet már köztünk, fájdalmas történet az övé, viszont megerősítést jelentett, hogy ő is segített mindig, mindenkor? Abszolút. Hát ez már mikorra én... Tehát volt mindegy, majd később beszélünk a Kódos és Királyfiról. Az ő megerősítése az talán így már gimnázium közepétől volt igazán erős. Amikor egyébként ez a versünnepes éra is volt, amikor azt éreztem, vagy azt gondoltam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és akkor ő nagyon erősen mellém állt, vagy azt mondta, hogy oké, de akkor felkészítelek, ne rajtam múljon, hogy bekerülsz az egyetemre, mert akkor már nyilvánvaló volt számomra, hogy oda szeretnék. Tehát vasvárisként nyilvánvaló volt, hiszen azért a városi ünnepségeken is gyakran mondtál verset, tehát a tehetséged nyilván kiütközött. De melyik volt az a fontos pillanat, amikor eldöntötted, hogy csak a színmű jöhet szóba? Hiszen itt a Kódus és Királyfiról beszéljünk, mert ez megelőző történet. Én azt hiszem, hogy az egy meghatározó pillanat lehetett, annál is inkább, mert Szódi Miklós rendezésében ez egy nagyon jó darab volt, én még emlékszem rá. Uh-huh. Hát igen, az egy nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy ez sikerült, ezt édesanyám javaslatára mentem el erre a castingra. Nagyon féltem tőle, hogy nem fog menni, mert előtte még nem nagyon énekeltem. És akkor összejött egy ilyen gyerekszerep, musical gyerekszerep, igen.
Maga a királyfi. Maga a királyfi, igen. 6. Edvárd, ha jól emlékszem. És hát ott az egy nagyon-nagyon intenzív időszak volt, vagy valahogy ott tapasztaltam meg még erősebben, és úgy igazán profi környezetben azt, hogy milyen adrenalinnal és milyen izgalmakkal jár ez az egész szakma. És talán ez az adrenalin, vagy ez a... Tehát nem is az exhibíció, hanem az, hogy egy próbán mondjuk, hogy történnek a dolgok, vagy milyen egy próba folyamat. Valahogy ez ragadott magával. Hát ez eleve elrendelés volt, mert hogy utána jött a János Vitéz, az 56 csepp, meg a 3 nővér, azt hiszem, hogy ez azért látszott, hogy a színmű felvételi, ha nem is lesz könnyű, de viszont majdnem bizonyos, hogy felvesznek. Így is történt. Így, hát nyilván én nem voltam ennyire magabiztos akkoriban még, most se, de igen, hát akkor volt egy év, amikor azt éreztem, hogy lehet, hogy ez mégse, amikor egy kicsit úgy vissza, a Koldus és Királyfi után kicsit úgy visszavettek a dolgok, ezek a színházi dolgok, és akkor úgy voltam vele, hogy senki nem biztatott erre, de hogy magamtól azt gondoltam, hogy lehet, hogy hasznosabb lenne valami normális pályát választanom magamnak, nem színésznek menni, és akkor egy évig egy kicsit úgy jobban, nem tudom, inkább a nyelvek felé vittem a fókuszt, de hát aztán megjött a János Vitéz, ahol meg egy olyan közeget találtunk, szerintem mindnyáján, akik benne voltunk mi heten ebbe az egész történetbe, hogy ez ismét újra beleszerettem ebbe a dologba. No, és akkor jött a színmű. Ugye Székely Kriszta és Máté Gábor osztályába jártál. Milyen volt ez az 5 év? Hát nagyon izgalmas. Valami olyasmi volt talán, mint amire számítottam, vagy amit én is gondoltam, hogy ilyen lehet ez a színmű. Hát nagyon intenzív volt, ez biztos. Nagyon sok próbával, és tehát ez nem egy klasszikus egyetem, hanem reggel 10-től este 10-ig bent voltunk végig, és nagyon, hogy mondjam, széles körű és intenzív képzést kaptunk. Az biztos. Ki volt az, akinek sokat köszönhetsz, aki elindított? Azt tudjuk, hogy Enikő nyilván figyelemmel kísérte később is a pályafutásodat. Uh-huh. Hát nézd, sok ilyen ember volt, vagy hogy... Mindig jönnek ilyen mentorok, vagy ilyen segítők. Talán Enci volt az, akit úgy legszívesebben mondanék. De egyébként mondhatjuk akár a Lábodi Ádámra is, hogy ő is sokat segített, vagy később, amikor elsőben forgattam egy filmet, annak a rendezője, Gotár Péter, ő is sokat segített, de ezek, és hát nyilván a Máté Gábor, tehát hogy azért ebben a 3 évben, amit ott töltöttünk intenzíven, ők voltak, ő is, Székely Kriszta volt a legnagyobb, hogy mondjam, mentorom természetesen, és a mai napig egyébként az. Az egyetemi gyakorlatod a Miskolci Nemzeti Színházban hogy telt? Hiszen az egy fontos időszak mindenképpen. Még nem voltál a társulat tagja, viszont a megerősítésként ugye a tavalyi esztendőtől már ott vagy véglegesen. Hát egyből, úgy kezdem az elején, hogy először úgy volt, hogy oda mentünk 3 évvel ezelőtt, amikor negyedévesek voltunk az egyetemen. Akkor oda mentünk, a Szőcs Artúr rendezett nekünk egy Bertolt Brecht Koldus operát az egész osztálynak, és az volt egy ilyen szakmai gyakorlat, vagy egy ilyen training workshop ott Miskolcon. És akkor ennek egyrészt az is volt a szerepe, hogy mi gyakorlatot szerezzünk, tehát hogy mi dolgozzunk külsős emberekkel, mert addig nem nagyon dolgoztunk, csak osztályon belül és csak a tanárainkkal. És akkor dolgoztunk Artúrékkal is, Artúréknak, vagy hát a Miskolci Nemzetinek, meg azért volt ez jó, mert látott minket, vagy szerettek volna fiatalokat oda, és akkor hármunkat kiválasztottak az osztályból, a Béres Bencét, Tegyi Kornélt és engem, és elkezdtük a gyakorlatot következő évbe, és hát nagyon mély víz volt nekünk, az első bemutatóm az a... Mágnás Miska volt, amit Székely Kriszta rendezett, az osztályfőnököm, ott Miskolcon, és hát egyből egy beugrással kezdtem, mert
mert hát mondták, hogy nagyon kellene a producerekbe valaki a Rózsa Krisz helyére, mert hogy mindig ugye két főszereplő van ott, és ezt ugye négyen játsszák, tehát mind a ketten váltva vannak, és hogy muszáj lenne valakit beugrasztani, és hát hogy átvenni a szerepet, vagy hogy felzárkózni, és játszani párhuzamosan ugye ketten ezt a dolgot. És hát arra volt két hét felkészülési időm, és akkor addig a korepetitor nagyon sokat segített, az énektanár, az ottani énektanár, és akkor hát beálltam szeptember 5-én, vagy hogy talán ez volt az első a debütálásom Miskolcon. Ja. Ez nagy kihívás. Nagyon, de... nagyon nagy volt. Hát én nem tudtam, hogy mit csinálok, ez biztos. És a mai napig ezt többen mondták azóta is, hogyha átveszel egy szerepet, vagy hogyha betanulsz egy szerepet később, tehát nem vagy végig ott a próba folyamaton, az soha nem lesz a sajátod, és azóta azt érzem, hogy ez egy ilyen lázálom az egész, hogy most hova megyek, mit csinálok, de persze koncentráltan próbálok jelen lenni, de... Világos. De hát igen, nem tudom magaménak még. Említetted a Gotthár filmet, a Hét kis véletlent. Milyen volt egy színésznő vendég számára, egy színész számára a filmben játszani, hiszen egy film mindig más teljes egészében? Uh-huh. Hát az nagyon sok szempontból szintén egy újdonság volt, tehát ugye addigra már szereztem némi színházi tapasztalatot, mire az egyetemre bekerültem, ugye itt Fehérváron, és nyilván nagyon sok dolog új volt ott is, viszont egy-kettő dolog úgy jött velem szembe, hogy már nem először hallottam ezeket az infókat. És hát a filmszínészetnél meg teljesen új volt, és nagyon meg is zavarodtam az első hetekben a film közben, hogy ezt az egész... azt a sok csalást, amit a film csinál, hogy az mennyire kell nekem ezekre figyelni. És zavart az, vagy nem tudom, tehát nem tudtam csak a saját magam feladatára koncentrálni, hanem sokszor például az zavart, hogy eddig itt egy kör alakú asztal volt, viszont most egy ovális alakú asztalt raktak be, és nem értettem, hogy ez miért így van, akkor miért kell máshogy mennem. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek a technikai dolgok, ezek nagyon megakasztottak, és abban sok technikai kihívás is volt. Ugyanakkor nagyon sokat segíthetett, hogy Enikő is játszott ebben a filmben, és azt hiszem, hogy az első filmben ő figyel rád, hiszen az abszolút profizmus az övé volt. A kameramozgások és a többi, hát csak az lehetett. Akkor elgondolkodtál egyébként, ahogyan továbbról? Időközben? A film után. A film után? Hiszen akkor még egyetemista voltál. Uh-huh. Tehát ott jött Miskolc, az egyértelmű volt számatokra, hogy Miskolcra mentek, vagy kihívásnak tekintetted? Nem, hát nagyon, kétségbejtő volt ez az egész helyzet. Tehát jött az egyetemfoglalás, ami szintén nagyon-nagyon, megrázó történet volt benne lenni ebben az egészben. És akkor utána, tehát azzal párhuzamosan jött az, hogy nekünk munkát kéne találni. És ugye, hát nyilván felelősséggel vannak értünk az osztályfőnökeink, de nekik is korlátozottak a lehetőségeik. És hát nagyon sok eddig is, és még ezután is, de hogy ez mindig úgy volt, hogy túlképzés van színészből Magyarországon, és hát sokat az osztálytársaimmal együtt szerintem kivétel nélkül beszéltek az ő nevükben is, hogy azért ez szorongással telt az, hogy fogjuk elkezdeni ezt a pályát. Amíg nem jött ez a miskolci lehetőség, addig volt bennem egy ilyen kérdés, egy elég erős kérdés, hogy fog ez történni, úgyhogy hova tudok elhelyezkedni. Hogy jött képbe Szombathely? Az is az még Miskolc előtt volt. Miskolc előtt igen. Volt, igen. Hát az is egy ilyen szakmai lehetőség volt, hogy akkor menjünk szakmai gyakorlatra, és felvették a Rétli Attilával a kapcsolatot, hogy vagy a Gáborék, nem tudom, hogy ő Pál utcai fiúkat fog rendezni Szombathelyen, és hogy kell neki sok-sok fiú. És akkor úgy volt, hogy akkor mi lenne, hogyha mi mennénk. Igen, és akkor talán arra nem is volt casting, vagy így fölmérték a hangi adottságainkat, de aztán kb. Így mindenkinek meg volt már így a szerepe elég hamar.
Igen, és egyébként akkor... a zenés darabokban megtaláltad a helyed időközben? Azt gondolom, hogy igen, vagy ebben van a legnagyobb gyakorlatom. Tehát, hogy ez szimplán gyakorlati szempontból mondom, tehát nyilván kihívás az összes zenés, minden kihívás, meg a prózai darabok is minden kihívás, csak ezt ismertem már Fehérvárról, két zenés darabban játszottam, és két prózában. Valahogy azt éreztem, hogy ebben van gyakorlatom. Tehát egy fokkal magabiztosabban tudtam lenni benne, mint mondjuk egy három nővérben. Ugyanakkor a Pál utcai fiak legendája az mindenkit megérint, én azt hiszem, a színészeket, nem csak minket, közönséget. Egyébként azok a szerepek, amelyek rád találtak, azok úgy gondolod, hogy most az pont annak az időszaknak megfelelőek, amelyet megélsz? Vagy vannak álmaid? Részben igen. Részben igen? Részben igen. Hát álmaim nagyon nincsenek, azok így. Vagy vállalmadozó típus vagyok, de ilyen szerepálmaim nincsenek. Tehát, hogy azzal, hogy abból főzünk, amink van. És hát mindig a következő évadot várom, vagy hogy most éppen azt, hogy tudom, hogy mi lesz jövőre, és arra várok, hogy ezek jó munkák legyenek. De ja, ez az álmodozás, ez becsapós tud lenni, vagy azt gondolom, hogy, tehát, hogy nem jó szerepekre vágyom, mert azok lehetnek rossz munkák. Tehát egy rossz munkában nem szeretnék egy jó szerepet, hanem jókat szeretnék dolgozni. Milyen az élet Miskolcon? Hiszen bizonyos értelemben az ország közepén töltötted el életed eddiginek a nagy részét, és azért Miskolc más, ugyanakkor a Nemzeti Színházban játszani, már pedig Miskolcon Nemzeti Színházban az rang. Hát... Mert Pesten ugye reggeltől reggelig, vagy késő estig a színműn ugye a színház, nyilván Miskolcon is helyek közel így van, de azért vannak nehéz időszakok, hiszen itt volt az energiaválság, a Covid, tehát a koronavírus járvány, tehát egy csomó minden, ami megnehezíti a mindennapokat. Igen, hát én nem élek ott életvitelszerűen, vagy úgy, hogy nyilván, hogyha próba van, akkor ott vagyok, de hogy most még szerencsés vagyok, hogy Pesten is tudok egy albérletet bérelni, és ezért Pestre mindig visszajárok hétvégente, tehát ilyenkor próbálok azért itt maradni. De hát nem volt annyira meglepetés, vagy hogy bár, hogy mondjam, egy iparváros elsősorban, de annyira sokban nem különbözik Fehérvártól, vagy hogy azokat a dolgokat meg Fehérváron már megtapasztaltam. Hát furcsa volt az, hogy Pesten tényleg mindig élet van, vagy mindig nyüzsgés van, és akkor utána visszakerülni egy nyugodtabb közegbe, ami néha jól esik az embernek, néha meg nem. Ez szokatlan volt, de hát közben meg tényleg, nem tudom, 70-80%-át az időmnek azt a színház teszi ki, vagy ha nem, vagy ha a szabad időmről beszélünk, akkor ennek a 30%-nak ennek is jó nagy részét a színházról való gondolkodás, vagy ezzel kapcsolatos dolgok. Milyen a miskolci társulat? Hát remek. Szerintem, jó, nem ismerek sok társulatot, de meg elfogult is vagyok, de szerintem nagyon jó társulatunk van. Talán az egyik, megmerem kockáztatni, hogy az egyik legjobb, hanem a legjobb társulat Magyarországon. Tehát azért jársz Budapestre. Vannak-e olyan álmaid, hogy egyszer majd Budapesten találj otthonra ilyen értelemben, hiszen ott élsz most is? Uh-huh. Hát vannak. Ez egy nehéz téma, hogy lesz lehetőségem igazából. Vagy el akarok-e jönni egyáltalán Miskolcról, vagy úgy hozza az élet, hogy ott telepednék le. Egyébként szeretnék, vagy azt gondolom, hogy nekem való Budapest, vagy legalábbis maga a város, az azt én tudom élvezni. Még egy ideig, lehet, hogy 15 év múlva már nem ezt fogom gondolni, vagy nem így gondolkodok, de most szeretnék Pesten élni, és szeretek Pesten élni, csak hát nincsenek lehetőségek, és Miskolcon vannak a legjobb lehetőségeim. Igen, szerintem. Hát azért Pesten volt ez a Budapest darab, az Orlai produkció darabja. Az hogy indult el? Hiszen az egy lépcsőfok, bizonyos értelemben néztem, hogy a város
Majori Szabadtéri Színpadon volt ugye az előadás, hogy ki mindenki játszott benne, az egy jó csapat. Abszolút, igen, nagyon. Nagyon jó válogatott csapat volt. Hát az úgy indult, hogy ezt a Pelsőci Réka rendezte, és az ő osztályába járt a Rohonyi Barnabás, akivel így ismertük egymást nyilván, mert ők fölöttünk jártak egy évvel, ez az osztály. És akkor a Pelsőci mondta, hogy felhívott egyszer, hogy a Barni azt hiszem nem tudja ezt megcsinálni, és hogy mi lenne. De most lehet, hogy nem jól mondom. Mindegy, lényegtelen. Az a lényeg, hogy a Pelsőci Réka felhívott, hogy hallotta, hogy én így lehet, hogy szeretném a zenéset, és hogy mi lenne, hogyha ezt kipróbálnánk. Úgyhogy ha elkezdenék velük próbálni, és akkor nagyon örültem ennek a feladatnak, és akkor elkezdtük ezt csinálni. Elég hosszan próbáltuk, talán egy-két hónapot próbáltunk, így nyáron meg tavasszal, de nagyon izgalmas próba folyamat volt, és nagyon feltöltő volt ezekkel az emberekkel találkozni. Nekem pedig nagyon jó volt veled beszélgetni, mert én azt gondolom, hogy van határozott jövőképet, jó gondolom? Igen, egy évig van, de úgy hosszú távon. Elég az az egy év mindig, az is 365 vagy 366 nap lehet. No, mire készülsz most a nyáron? Hát most már lassan folytatjuk Miskolcon a melót, most van 8-a, 21-én. Én már elkezdek dolgozni, a Tatárok Magyarországban jubileumi előadással készülünk, ami azért érdekes, mert 200 évvel ezelőtt ezzel az előadással debütált a Miskolci Nemzeti Színház, az ország legrégebbi kőszínháza, és hát ez egy ilyen jubileumi előadás lesz, amit valószínűleg bérleten tartunk, vagy hogy műsoron tartunk, de ez lesz most az első történet. No, hát akkor ehhez kívánok sok-sok nézőt, sok-sok tapsoló nézőt, és hát neked pedig minden jót. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy ez ilyen pályaívet bemutathattunk. Köszönöm szépen, Oliver. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Börcsök Oliver volt, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.